Szivárvány koalíció tagjai egy előválasztási procedúrára készülnek, amelyben kiválasztanák saját miniszterelnök jelöltjüket. Közben az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltje Szanyi Tibor azt mondta, hogy ők tartanának igényt minden baloldali szavazatra, mert hogy a magukat baloldalinak nevező pártok egyáltalán nem azok. A stúdióban Huszti Andrea, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom elnöke. Kezi csokom, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Ugye önök nem vesznek részt ebben a procedúrában. Hogyan gondolják akkor, hogy a baloldali szavazatok önökhöz vándorolnának, ha már igényt tartanak rá, ugye Szanyi Tibor erről beszél. Igen, és köszönöm szépen ezt a felvezetőt, mert nagyon röviden is tömören ez a helyzet. Tehát jelenleg országgyűlési ambícióval rendelkező baloldali párt ma Magyarországon csak az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, és nyilvánvalóan ezért tartunk igényt minden baloldali érzelmű választópolgár szavazatára, mert hogy ugye azért is alakult meg ez a párt, mert azt láttuk az elmúlt években, sőt, hát most már azt mondhatom, hogy 30 évre visszamenőleg akár, hogy gyakorlatilag a baloldali érzelmű választók elveszítették az alternatívát. Most mi ezt az alternatívát kínáljuk. Ugye januárban a programunknak címet is adtunk, ez volt az Igen Szocializmus, tehát mi minden olyan szavazót várunk, illetve olyan emberektől várunk szavazatokat, akik a mai modern szocializmus eszméje mellett tudják letenni a voksukat. Mit jelentene, hogy határozná meg a mai modern szocializmust? Hogy lehet, mert nyilván nem tőkenélküliségről van szó, hiszen az egész világ kapitalista berendezkedésű, még Kína is, csak államirányítással. A mi Igen Szocializmus című programunknak a fő mondani valója az, ugye négy alappillére van ennek a dolognak, hogy mindenkinek legyen normális fedél a feje fölött, mindenkinek legyen normális ennivalója, és legyen ingyenes és hozzáférhető egészség és oktatás. Ez a kiinduló pont. Tehát ez a másik része, ez az, igen, a másik része az, hogy egy igazságosabb társadalmi elosztást szeretnénk, és mi a szocializmusra társadalmi berendezkedésként tekintünk. Tehát az a kizsákmányolás, ami folyik itt ebben az országban most már a rendszerváltás óta gyakorlatilag, mert szerintünk egy nagyon speciális vadkapitalizmus alakult ki ebben az országban. Csak itt vagy máshol is? Hát nyilvánvalóan, ugye mi kapitalizmus ellenesek vagyunk, tehát azt gondoljuk, hogy ez globálisan nem jó így, ez föl fog emészteni mindent, föl fog emészteni az embereket, föl fog emészteni a környezetünket, és tehát a világban is nyilván, de Magyarországon speciálisan, tehát hogy az a harácsolás, meg elosztás, ami történt a rendszerváltás után közvetlenül, ezt most az emberek borzasztóan megsínlik, és ezekkel az emberekkel, a munkásokkal, a bérből és fizetésből élőkkel gyakorlatilag a politika 30 éve nem foglalkozik. Azt mondták, hogy nem baloldaliak azok a pártok, amelyek baloldalinak vallják magukat. Miért? Hát azért, mert egy neoliberális gazdaságpolitikai programmal rendelkeznek, ha rendelkeznek, mert ugye igazából még a programjainkat nem látjuk, mert majd kiderül, hogy ki lesz a miniszterelnök jelöltjük ugye az előválasztás során, és akkor majd állítólag lesz valami program, amik eddig kiszivárogtak programrészletek, vagy ilyen-olyan jelölteknek a programjai, ebben azt látjuk, hogy a szociális dimenzió abszolút háttérbe van szorítva. Önöknek kik lehetnek a partnerei? Kik vannak jelöltek? Ugye legutóbb kettőt mutattak be, talán hármat mutattak be. Azóta történt valami? Most már összesen 57 jelöltünk van. A volt Székely Sándor országgyűlési képviselőnknek ugye egy országjárása most nyáron, ahol szintén a 250 ezer forintos nettó minimálbérért, illetve az 50 ezer forintos havi nyugdíj emelésért gyűjtöttünk aláírásokat. Ebből egyébként majd egy határozati javaslat is bekerül a parlamentbe a Székely Sándor révén, majd valamikor október körül. Ennek az előkészületei folynak, ugyanis most már több mint 290 ezer alá
írásunk van, és ezt szombaton a Munkás Büszkeség napján fogjuk bejelenteni, szeptember 11-én a Volt Zöld Pardonban, hogy pontosan hány aláírás gyűjt össze, de rengetegen támogatták. Köszönöm szépen az elmúlt percekben Huszti Andreát, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom elnökét hallották.